szuperhős lettem? Teljesen mindegy, hogy én döntöttem úgy, hogy mától fogva a gonosz ellen fogok harcolni ilyen csodálatos fegyverekkel, vagy benyúltam a bátyám akváriumába, és megkarapott engem egy radioaktív guppi, amitől már is valami furcsa szupererőm lett. Mától szuperhős vagyok. És mi a szuperhősök alapszabálya? Felveszek egy menő rucit és kirepülök az ablakon? Szó nincs róla. Feltétlenül muszáj elrejtenem a személyazonosságomat. Ezt tehetem például maszkkal. Van olyan szuperhős, akinek ez nagyon jól megy, és a maszk valóban elrejti az arcukat. És van, akinek kevésbé. Egy hősies katica és egy hősies macska harcolnak a gonosz ellen, meresleg lövésük sincs egymás személyazonosságáról. És sok-sok epizód után ez már eléggé hihetetlen. Ne legyél ilyen büszke magadra, kislányom, mert te szerintem egy idióta vagy. Könyörgöm, egész nap ezt a pasit nézed. Minden tudsz róla. Még azt is, hogy melyik kézzel vakarol meg a ét, és aztán meglátod ezt, és fel sem merül benned picit, hogy talán ismerős lehet valahonnan. De kisfiam, te sem ész a szomszédban némi szelektív vakságért. Meg nem mondanám, hogy ez a két azonos frizurájú lány ugyanaz. De ha már szóba került a haj és a frizura. Nem szeretem a maszkokat? Gond egy száj, se kis bigyókat teszek a hajamba, és már is felismerhetetlen leszek. Itt ez az egyedi frizurájú lány, aki átváltozik egy ugyanolyan egyedi frizurájú lányjá, kis bigyókkal a hajában. Ráadásul ezt a marha nagy feltűnő kitűzőt még az iskolába is hordja, és soha senki nem gyanakszik semmire. Eskü, én azt hittem, hogy mindenki vágja, hogy ő Sailor Moon. De ettől függetlenül, ami a hajat illeti, én nem Sailor Moon sajnálom a legjobban. Figyeljétek ezt az átváltozást! Ez az öt lány, amik szuperhős akar lenni, soha nem mehet fodrászhoz! Ugyanolyan kell maradjon a hajuk! De ha nincsen hajad, akkor se vidd túlzásba! Nem kell mindenki tudja, hogy te szuperhős vagy! És mi a vicc? Két animét is meg tudok említeni, amiben a főhős és a szuperhős formája teljesen mások, mégis majdnem mindenki gondélkül beazonosítja őket. Kezdjük is ezzel. Itt ez a valószínűtlen hajú kisrác, aki átváltozik ezzé a jó pasivá, és majdnem mindenki azonnal rágyanakszik. Hát tök egyformák. Aztán meg itt van ez. Ha az én barátnőm normálisan így nézne ki, aztán megjelenne egy rózsaszínhajú, macskafülű, macskafarkú csaj és megmentene engem valami gonosztól, nem biztos, hogy azonnal be tudnám őt azonosítani. Egyébként, belegondoltatok már, hogy a szuperhősnek mekkora mázliuk van? Akárhol vannak 100 milliós ország, 10 milliós város, ha a fő gonosz támad, az mindig a közelükben történik. Ez teljesen érthető lenne, ha a fő gonosz pont őket támadná, de... Hála a csodás maszkjaiknak, rendszerint nem tudja, hogy ők ott vannak. Én már nem lepődöm meg, mikor valami főgonosz egy szuperhős filmben azt mondja, hogy mindig ott vagy tönkretenni az én gonosz terveimet. Hát, mázlia van. Ráadásul, ha szuperhősünk civil formában aznap megismert valakit, akár köszönt a kasszásnőnek, átvette a postástól a levelet, akkor garantált, hogy az illető lesz a főgonosz új célpontja. Talán pont ezért kell a maszk. De gondoljatok csak bele, két tökéletes módja van annak, hogy ne legyenek barátaid. Egy, legyél antiszociális, kettő, legyél szuperhős. Utóbbi esetben ugyanis nem elég, hogy te sose fogsz tudni elmenni a haverjaiddal sörözni, vagy leülni trónokharca maratont szervezni, mert állandóan mented meg a világot, ha a főgonosz valamiért rájön, hogy ki vagy te, akkor a barátaidat rögtön offolni akarja. Szegény Clark Kent, hiába öltözik aktakukasznak minden nap, a nőjét akkor is mindig elrabolják. Naru és Mary Jane is sokat tudnának erről mesélni. A szuperhős vagy azonnal dobja a barátait, mert az én erőmmel hatalmas felelősség is jár, vagy a barátok elpártolnak mellőle, vagy legrosszabb esetben a főgonosz kinyírja a barátokat. Hiába ordítja a főhős, hogy ne! Mikor én meghaltam, az nem hoz engem vissza. Nem érdekel, hogy ez tökéletes motivációt ad arra, hogy a szuperhős megölje a főgonoszt. Én halott maradok. Szóval ennyi megkettőződött személyiség. Maszk és mi egymás után. Nekem eszembe jutott, hogy bizony van egy csapat szuperhős, akik nem rejtik el a személyiségüket, és még barátaik is vannak.
vajon kikről lehet szó? And so once again the day is saved thanks to the Powerpuff Girls.